Üdv mindenkinek! Ma olyat csinálunk, amit a Hello Tesó első évadában még sosem. Egy olyan testvérpárt mutatunk be, amelynek az egyik tagja nagyon ismert, a másikuk viszont egyáltalán nem. Csonka András színész műsorvezető énekesről és a nővéréről Editről van szó, aki Szegeden kozmetikus. Úgyhogy az öcsémmel ketté váltunk, és amíg ő a nyugati pályaudvaron várja Editet, addig én itt találkozom Bandival ebben a patinás budai kávéházban, ahová állítólag már a szüleik is jártak. Napot! Én pedig már itt vagyok a nyugati pályaudvarnál, perceken belül befut ugyanis a Napfény Intercity Edittel a fedélzeten Szegedről. Ő ugyanis ott él, és bár az emberek számára ő valójában ismeretlen, András életében nagyon fontos szerepet tölt be, nagyon meghatározó az ő számára, de hogy mitől lett ilyen erős, szoros kapcsolat közöttük, sok minden más mellett ma ez is kiderül, miközben eltöltünk velük egy napot. Csokolom! Détót András. Jaj, de köszönöm szépen. Sokkal egyszerűbb lesz ugye beszélgetés. Igen, arra álltam meg, jó? Ezt megköszönöm nagyon. Hát akkor menjünk. Ez a hely azért nagyon máshogy nézett ki annak idején, András, nem? Totálisan. Igazából, ha bejönnék, nem tudtam, hogy hol vagyok. Ugye, hát ez egy eszpresszó volt. Ha valaki meg emlékszik, annyi idős, mint én, akkor tudja, mit jelent ez. A kis kristályhamutartók, a kis bőr, muff, vagy hogy hívják, puffok. Bőrmuffok, jó, helyben vagyunk, eltelt az adásból egy-kettő perc. Annyira rég mondtam ki ezt a szót, hogy nem. Tehát bőrpuffok, meg ilyen kis szeparék voltak, kis farikarokkal. Hát én ide jártam általános iskolába, tehát itt szemben mondjuk, ha kilépünk az utcán, akkor 5 méterre van, és akkor minden nap eljöttünk haza, az osztálytársaimmal itt nyaltuk a fagyit. Tehát ez egy eszpresszó volt, nem volt egy megközelíthetetlen hely számunkra. Úgyhogy hát egy nagy nosztalgiával tekintek rá, aztán persze a szüleim is jártak ide itt, ahogy most is volt élőzene. És hát aztán ugye évekig aztán utána, amikor főiskolás voltam, akkor talán kicsit elhanyagoltam a helyet, de amikor apám, amikor beteg lett a 90-es évek elején, akkor, és ugye egyre inkább a lakáshoz kötötté vált, akkor ide ki tudott még totyogni, és akkor ő itt volt, ide. Ez volt az a programpont, amit még ő meg tudott az életében valósítani. Köztünk a nővéremmel 6,5 év van. Igen. Köztetek 14. 14. Igen. Azért ez nem olyan kevés. Hát nem. Ez mennyire határozza meg a ti kapcsolatotokat? Hát ez egy teljesen speciális a mi kapcsolatunk. Ugye kezdődik azzal, hogy az édesapánk közös, az édesanyánk nem. Az én édesanyám és édesapám 3 éves koromban elváltak. Uh-huh. És bizonyos okoknál fogva, amit most nem szeretnék részletezni, én hivatalosan akkor az édesapámhoz kerültem, és apukám nevelt, meg az apukámnak az édesanyja, tehát az apai nagymamám, és mi így érdegéltünk, ameddig be nem lépett az életembe először a Zsuzsi, a Bandi édesanyja, és utána pedig a kis tesón formájába. A Bandi 14 éves koromban. Valahogy az első perctől kezdve nagyon szerettem, és soha, de soha nem volt rossz érzésem, vagy féltékenység, hogy most elvesz tőlem valamit. Talán inkább még pótolt valami plusz szeretetet, ami nekem hiányzott a gyerekkoromból. És hát rendkívül büszke voltam, és boldog, hogy van egy kis tesó. Amikor 3 éves voltam, akkor Dodi, most nem, Editet nem tudok mondani, jó, ne haragudjatok, ezt szokjátok meg. Igen, bejönnek majd itt a családi becenevet. Igen, Dodi. Na mindegy, tehát Dodi férhez ment Szegedre. És hát az egy külön fantasztikus történet, mert 13 éves korában kezdett el udvarolni neki a férje. Tehát ez egy csodálatos történet volt, mindegy. Tehát ők nekem annyira összeolvadtak. Lényeg az, hogy ő férhez ment, onnantól kezdve egy olyan koreográfia szerint éltünk, hogy az ünnepek, tehát karácsony, húsvét, akkor ők feljöttek hozzánk, ugye nálunk aludtak, meg a nyár, a Balaton. Amikor a férjem belépett az életembe, akkor is ő is nagyon megszerette rögtön. Egy aranyos szeretnivaló kisfiú volt, és valahogy mindig ott voltunk minden fontos eseménynél, ami a másiknak fontos. Mi az, amiben szerinted ő a legjobban hasonlít rád, vagy te rá? Az a jó, hogy igazából nem nagyon hasonlítunk egymásra, abból a szempontból, hogy ő sokkal határozottabb, mint én.
és ez nekem nagyon kell, ez nekem nagyon fontos, hogy ő ilyen, hogy engem helyre tud tenni. És tudod, azon gondolkodtam, hogy a kapcsolat mélységét az mutatja leginkább, hogy vele szemben merek gyámoltalan lenni. És azt hiszem, hogy az embernek ez a legfontosabb, hogy legyen valaki, ha már nincs anyukám, akinél ezt megtehettem, akkor ő az, akinél teljesen el tudom hagyni magamat. És akkor ő helyre tesz. Akkor ő képzeletben a telefonon keresztül, legtöbbször vagy Skype-on keresztül, vagy FaceTime-on keresztül beszélgetünk, akkor ő fejbe vág. Akkor ő leszíd. Virtuális fejbevágás? Abszolút. És én nekem ez kell. Én ezt imádom, hogy van valaki, akiben így erősen tudok kapaszkodni. Tehát most ez egy más helyzet, ugye tudod, hogy nekem most már ő a legközelebbi hozzátartozom, és nekem ő a mindenem. A Bandi egy nagyon érzelmi ember, mint minden művész ember, és emiatt érzelmileg is labilisabb. Én egy sokkal realisztikusabb személyiség vagyok. Ő azt szokta mondani, hogy én nagyon két lábbal állok a földön, és hogy neki ez néha kell, amikor ilyen érzelmi hullámvölgybe kerül például, hogy kirángassam onnan. Nagyon jó lelkű ember, talán nem is erre a világra való. Túlságosan is jó lelkű, és nagyon érzékeny is, ugye, és akkor őt könnyű bántani. Neki egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy ő elképesztően zárkozott. Ezt nem is hinnék el sokan, és ő nagyon sok héjat kell őróla lebontani, amíg az ember egy kicsit a lelkéhez közel tud kerülni, és ez nem mindig könnyű, még nekem se. Lehet, hogy ez kicsit egyszerűbb lenne, ha többet tudnánk együtt lenni. Hát akkor ez most egy jó alkalom. Hát igen, végül is igen. Mintha ott se lennénk, jó? Tehát úgy beszélgessetek. Az én érzelmeimet kezelni, az én életemet valami módon egy picit helyre tenni, gondoskodni rólam így úgy amúgy, azért azt ő minden 1000%-kal tudja, és teljesen automatikusan, természetesen. Tehát a mi kapcsolatunk természetes, nincs benne semmi olyan művi, vagy olyan megjátszott, tehát azt gondolom, hogy tökéletes, és ahogy öregszem, egyre jobban szeretném azt, hogy ő itt lenne a közelemben. Tehát igen, ez már erre volt egyszer egy kísérlet, valamikor 80-as évben, hogy felköltöznek, de aztán az nem jött össze, és akkor mégis neki ott, ő kozmetikus, neki ott van ugye a vendégkör, a sogorom orvos, házi orvos, tehát ott, tehát nehéz ügy, meg most már ez másképpen működik, de jobb lenne, tehát jobban érezném magam, hogyha nem lennének ott. Most viszont jön egy egész napra. Na, hát ilyen, hát ezt nem tudod elképzelni, hogy ezt mennyire köszönöm neked, mert tudod, nem is tudom, mikor volt ilyen utoljára, hogy mi eltöltünk egymással egy teljes napot. Edit üljön oda, miközben kitalálom. Neked jó. Igen, hogy meg tudja különböztetni. Meg kell különböztetni. Jaj, hát köszönöm szépen, csak ennyi a megkülönböztetés, hogy a nevünket másképp fogod mondani. Milyen jól nézel ki, mint mindig természetes. Persze, hajnalban. Nézd, kitalálta magát nagyon. Mikor kelt? Ezt tőlem kapta, bocs, ezt a pulcsit, jó? Szóval tegyük igen, hozzá. Igen, tényleg, ezt be kell mondani. Igen, hogy ezt a kapta. Szerintem még azt is tett hozzá, hogy mennyibe kerül. Az majd később fogom. Ja, de tudod? Alibabán rendelted? Ne, megvan még a blokk. Megvan egyébként. Ne, csak az, hogy biztos, hogy a cserélni, hát hogy biztos, hogyha rossz. De egy idő után már nem lehet vissza cserélni. Gyerekek, engem egyébként látni kellett volna, ahogy én általában szoktam neki venni karácsonyi ilyen kis pulcsikat, és annyira bizonytalan vagyok a méretben, hogy ott különböző hölgyeket szólítok le, hogy ne haragudjon már. Úgy érzem, hogy ön egy kicsit tényleg hasonlót alkatérlek, hogy fölpróbálna, vagy megnézhetjük. Csak 50 éve ismerjük egymást, én tényleg még nem tanultam de, meg na, a méretem. De aztán még mindig eltalálom, nem? Igen. Nem tudom, marad nyugtan. Igaz, hogy 10 hölgy van sorba állítva ehhez. Igen. Az Edit azt mondta, hogy van egy tulajdonságod, hogy is na, mondtad a... Képzelem, mit mondott? Mit mondtál? Milyen hogy naív vagy. De miért? Most miért gondolod? És mert igazad van megint? Az életedet ez nehezítette meg, és hogy most itt ütök egymás mellett, és volt ilyen kis purpárlék is oda-visszaszólogatások, hogy azért szerintem ő helyre teszi ezt neked, nem? Ő mindig mindent helyre tesz, mert ő viszont nem naív. Jó, egy kicsit vagyok csak naív azért, nem? Kicsit, de jó értelemben. De hogy igen. Érted azt, hogy naív vagy? Olyan rácsodálkozok a világon. Igen, ő túl az is igaz. Miben használnak ki? De. Mi ki használnak ne ki? Ne menjek engem? Már bele. Hát jó, hát azért, ami a nézőkre tartozik, csak az. Nem tudom, ezt a sugd meg nekem, mit akartam.
Na jó, egyébként nem, azért ezt nem mondd azt, hogy kihasználom, mert akkor az egy szánalmas klipli, aki... Nem, de én nem így értettem, csak a végtelenségén jó indulatú vagy... Nem, mert megmond, de tudod miért? Mert jobban akarok lenni a világban, és ezért hajlandó vagyok kompromisszumokra, hogy nekem, hogy önvédelemből, hogy nekem jó legyen, hogy ne legyenek konfliktusaim. Ebből a szempontból lehet, hogy kihasználják ezt a fajta tulajdonságomat, de egyébként azt gondolom, hogy a naivitás az fiatalít. Nem? Csodálatos mentés, gratulálok. Az ő jó indulatúságát és a naivságát illeti, amiről én beszéltem az Andrásnak, az abban nyilvánul meg, hogy ő képtelen visszaszúrni. És ő magába rágja, és magát őrli föl ezzel a... Na most ez nagyon is így van, el kell mondanom, hogy ez sajnos családilag alakult így. Igen. Nálunk a vitakultúra nem alakult ki a családban. Egyrészt nem is voltak viták. Mondjuk apámmal lehetett volna főleg, de ő mezárta az ajtót, és ő nem vitatkozott. És ez nagyon rossz, mert nem tanultam meg gyerekkoromban érvelni. Tehát én baromi jól tudok vitatkozni magamban. Amikor lezajlik egy helyzet, hazamegyek, és annyira jól lejátszom még egyszer magamban az egészet, olyan jókat tudok mondani. És mondom, miért nem jutott eszembe, és nem jut eszembe ott, mert ott hirtelen így bepánikolok, hogy most van egy konfliktus, most akkor ebből hogy fog kimászni. És valóban igaza van, nem tudok azonnal visszavágni bizonyos helyzetekben, és nem tudok helyre tenni embereket. Volna mondjuk apukáddal vitatkozni? Igen. Tehát jó lett volna, ha vitatkoztam? Nagyon jó lett volna. És miért jósult meg azon kívül, hogy becsukta az ajtót? Mert olyan alkat volt, akivel nem, szóval igazából egy magának való ember volt. Végtelen zárkozott volt. Nagyon zárkozott, nagyon nehezen tudta kimutatni az érzéseit, mondjuk az nem rám vonatkozik, bocsáss meg. Az nem, de a zárkozottságot azt örökölted. Az lehet. Nem, csak inkább az, magamnak valóságot, inkább nem zárkozott vagyok. Csak az abszolút nem látszik kívülről mások számára. Sőt. De ezt az Andrásnak mondtam, hogy ő amit a külvilág felé mutat személyiségű, annak pont az ellenkezője. Na ne! Hát azért most mit ügyeskezi? A mai adásban lerántjuk a leplet Csonka Andrásról. De ez tényleg így van. De nem a zárkozottságadról beszélek. De nem zárkozott, inkább magamnak való. Igen, ez az. Nem ugyanaz zárkozott. Olyan nagyon sok dolgunk nem lesz ma. Nem. Azon gondolkoztam a te, illetve ti eddig életetek kapcsán, hogy én vallom azt, hogy mindenkinek megvan a maga egy nagy traumája, ami olyan emberré teszi, ami ennél válik végül felnőtt korára, és hogy azt lehetne gondolni, hogy neked ez a nagy trauma, András, az édesanyád elvesztése, de közben lehet, hogy mégsem az volt a nagyobbik, hanem az édesapátokkal való kapcsolatod, nem? Tehát, hogy ott indult ez a traumatizálódás. És azért bármennyire imádjuk egymást, igazából erről a dologról szerintem mi nem tudunk megfelelően beszélgetni, ugyanis én nagyon boldog lennék, ha nekem azok az élményeim, emlékeim lennének az apámról, mint ami a Dodinak. Ugye ő másképp emlékszik rá sok szempontból, mert ő sokkal fiatalabb korában ismerte meg apámat, és más élethelyzetben ismerte meg apámat, amikor még sikeresebb volt, gondolom felszabadultabb volt. Olyan volt, amilyennek én látni szerettem volna kamaszként, és már nem láttam. Tehát igazából az én mély konfliktusaimat, amiből ő érzékel természetesen, mert azért bár nem volt fizika, földrajzilag nem volt velünk, mert ő akkor már Szegeden élt. Apám ugye 10 éves betegsége alatt, ami egy nagyon kemény, pszichés megterhelés volt az egész családnak. Ez egy nagyon kemény időszak volt apámnak a leépülése, és ebben ő azért nyilván nem tudott annyira jelen lenni, hiszen nem volt velünk. Tehát azért mondom, hogy mi másképpen közelítjük meg azt, és nem akarok ebbe annyira belemenni, mert az én emlékeim, vagy az én bajaim, vagy az én konfliktusaim magamban hordozott konfliktusaim apámmal, az nem az övé. Persze, hogy nem, és az nagyon érdekes szerintem a ti kapcsolatotokban, hogy teljesen más apa emléketek van. Igen. Ugyanarról az emberről. Én 3 éves voltam, amikor az én szüleim elváltak. És abban az időben ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet volt, hogy engem hivatalosan az apukámnak ítélt a bíróság. Tehát 3 éves kislány gyereket ő nevelt, és az apai nagyanyám. És nyilván ez meghatározta az én kapcsolatomat az apámmal, hogy én nagyon-nagyon erősen ragaszkodtam mindig hozzá, nagyon szerettem, és nyilván én is tisztában voltam azokkal a dolgokkal, a személyisége akkor is zárkozott volt, amit részben örökölt a Bandi, viszont nekem átsugárzott valahonnan a mélyéről az a hihetetlen nagy szeretet, amiben engem fölnevelt a nagyanyámmal együtt, és nekem tulajdonképpen nem volt anyukám. Arra is nagyon jól emlékszem, amikor ő megszületett, hogy az az én édesapámnak a legboldogabb napja volt az életében, és
rajongásig imádta. És ez biztos így van, csak amit mindig ezt mondták nekem, amikor volt egy boldog, hogy tudod, hogy mennyire szerettél. Ez ugye a fényképekből meg lehet látni. Érezni akartam ezt, és egyébként éppen ezért apámra egy olyan kép van kint, majd látjátok nálam, van egy álomfal, ahol ilyen régi képek vannak hálószobámban, ami egy olyan korszakából készült kép, amikor én még nem ismertem. Arra? Mi volt itt a fészek klubban? Nekem, nekem azért, mert a szüleim ide hétfőnként voltak ilyen mozivetítések, amikor itt az itteni tagok, klubtagok előbb látták a nagy filmeket. Premier előtti vetítés. Igen, akkor még ez volt. És akkor elhoztak anyámék ide, hát így van olyan filmekre, ami nekem is való, és akkor hihetetlen élet volt. Ez volt a magyar művészetnek a bázisa. Tehát itt elképesztő törzsasztalok voltak, a legnagyobb művészek ide jártak kártyázni, beszélgetni, mozizni. Az én gyerekkoromban apukám a Fényes Szabolcs törzsasztalhoz tartozott, és még én is emlékszem arra, de mikor én tínédzser voltam, akkor is jártunk még ide vele. Az András azt mondta nekünk az előbb, hogy addig jó, meg addig tud az ember gyermek maradni, amíg élnek a múltjának, meg a gyerekkorának a tanúi. És hogy a Kalmár házaspár az egyik ilyen tanú. Koronatanú az András is. És az Edit életében mikor látták, találkoztak velük először? Mióta? Ezt a feleséged tudnám megmondani, mert ő találkozott először, mint bébiként. Hát megmondom, 64-ben született az én fiam, és ő rá 8 hónapra. Igen. És ugye a Zsuzsi anyukájával én nagyon jóban voltam, és mindig simogatom a hasát, és boldogság, hogy neki is, nekem is. És hát nekem már volt egy olyan szép nagy gyerekem, mert ugye én pici vagyok, és 4,35 dekával. Szóval valahol itt volt. Megszületett boldogság, és egyszer csak telefon, az ő apukája telefonál, hogy megszületett a Bandika, és nagy öröm, nagy minden. Eltelik egy pár nap, míg kórházban volt a Zsuzsi, hazaérkeznek, és megint jön egy kétségbe esett telefon, hogy Mari, csak te menthetsz meg. Mondom, mivel? Azt mondja, a Zsuzsika nem meri megfürözteni a Bandikát. Én 250-re születtem, én 250. Na, ezt előtted. Köszönjük, Bandi. Igen. Bemegyek a fürdőszobába, és meglátom a Bandikát. Na most ugye, hát nekem volt egy ekkora kövér gyerekem, a Bandi meg egy ilyen kis hosszú nyuszi volt. És nem mertem azt mondani a Zsuzsinak, hogy én ezt nem merem megfogni. Hát ilyen nincs. Hát nagy megfogtam, megfüröztöttem. De csak egyszer? Egyszer. Aztán már anyát tudta. Megmutattam, hogy kell, amíg kivettem, így remegett a kezem, mert féltem, hogy kicsúszik. Hát ilyet. És aztán hát mi jóba voltunk, tehát a két gyerek mindig összejárt, meg mi is összejártunk, meg Editke is, és az egész család. Itt a fészekben nagyon sokat találkoztunk. Igen. Egyik főszerepe, azt ő nem tudja, nem a színpadon volt a mi életünkben, hanem itt a Fészek Klubban, ugyanis amikor az 50. házassági évfordulónk volt, akkor újra elvettem a hitvesemet, mert az első 56-ban volt, azért tört ki a forradalom, ez aktuális is, vagy ma is, október 23-ban, és ő volt a házassági anyakönyvezető, aki újra összeadott minket. Nagyon szerettem volna egy bizonyos ideig házassági anyakönyvezető lenni, de hát ez valahogy másnagyobb szerelem miatt az álmom nem valósult meg. Ugyanakkor a képesítést megszereztem, tehát papíron van róla, és arra gondoltam, hogy feliratta az én napom a mai estén. Most végre nem menekülhet előre. Ugye arra kérem az ifjú párt, hogy fáradjon ide a színpadra, és akkor hivatalosan is polgári ceremóniát megnyitjuk. Komolyabb a papír. Szerintem egy kis tapsal jutalmazzuk őket, mert ez elmaradott.
mindig sorfal a között jönnek a játékszik. Második otthonod? Főbázis. Főbázis. Hát én tulajdonképpen hivatalosan szabadúszó vagyok, de azért nyilván azok a közegek, azok a társulatok, vagy azok a színházak, ahol dolgozom, mindegyikhez van közöm, és szeretem is őket. Tehát a legtöbbet a játékszínben dolgozom, tehát akkor nevezzük azért ezt mindenképpen bázisnak. Itt most 5 darabban vagyok éppen benne. Az igen. De te mindig itt jársz be? Tehát olyan sosincs, hogy előről? Hát előről nem lenne sok értelme, egyrészt amikor mi bejövünk, akkor ez nincs így nyitva nagyon szerintem, vagy nem tudom. Bezzeg Edit, ő mindig előről jön be. Hát ez az. Na de hát ő megadja módját, mert ő nézőként jön, meg ugye a szereplőként besúnyolódik. Sőnke munkásként érkezel. Hát ilyen közel én sem szoktam ülni soha, mert egyébként színésznek nem illik a kollégáit nagyon közelről nézni, az egy bunkóság. Tehát miért? Elsősorban ülni az egy szemétség. Tényleg? Igen, mert akkor egyrészt az embert idegesíti, hogy tudja, ott ül valaki, akihez köze van, aki ismeri, és akkor ilyenkor rosszalkodni is szoktak. Tehát én nem. Én legalább a 4.-5. sorig nem ülök sehova. Na most bejöttünk ide a színházba, és átjöttünk a Szellemvasútszerű hátsó részen. A Vandinak ez teljesen hétköznapi. De te, ahogy mondtuk a bejövetelnél, te azért általában szépen kiöltözve ide a nézőtérre jössz be. Elsősorban remélem. Elsősorban? Nem, neki se oda kérek egyet. Nem, idegesít, hogyha a rokonok ne üljenek meg, ugye ne lássam őket. Igen. Szóval, igen, csak hogy neki van egy olyan mániája is, hogy például nem nagyon szereti, ha premierre jövünk. Ha meg szép. Hát jó, de mert a premier az mindig Én meg nagyon szeretek a premierre jönni, mert én együtt izgulok vele előtte, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. És akkor a legkülönbözőbb praktikákat kitalálja, hogy lebeszéljen. Ez most még úgy sincs kész, ez most tudod, még nincs összerázódva, majd följöttök, majd ráérsz, majd 2 hét múlva, de én nem szoktam engedni magamat lerázni, úgyhogy azért ami fontosabb, jelentősebb, akkor azért mindig itt szoktunk. Lehet, hogy ezt azért is mondja, mert ugye mindenből a maximumot szeretnék kihozni, és igen. Ha úgy látod, hogy még nem tökéletes, akkor... De ő soha nem látja. De ennek ellenére megmondod neki, hogyha te úgy látod? Meg. Ha nem jó? Igen. Persze. Meg. Hát persze megmondja, hát az a jó, hogy ő őszintén, tök őszintén. Hát én nem arra vagyok, hogy én dicsérjem. De egyébként szerencsém volt, azt hiszem a premierek, amikre tényleg feljöttél, azok azért jól sikerültek. Nem, a premier az mindig egy hatványozott izgalomfaktor. Tehát ott nem elég, hogy színpadon állunk és bemutatunk valamit, hanem még akkor tudjuk, hogy a nézőtéren a protokoll, különböző kritikusok, meg egy szakmából jönnek, kollégák esetleg. Tehát ez mindig egy kicsit feszesebb és feszültebb helyzet nekem. És akkor tényleg azért szeretném, hogy egy picit, én soha nem vagyok oldott annyira, de mondjuk mégis oldottabb legyek, és akkor így azt lássa, de nem bántam meg azért, amikor feljött. Nem, én mindig amikor éreztem meg. A másik az, hogy még ha nem is vallja be önmagának, neki is az egy jó érzés, valami fajta hátsó támogatás, lelki támogatás. Ha valami tényleg jól sikerül, akkor még nagyon megkönnyebbülök, hogy ott volt. Mert akkor arra gondolok, hogy milyen jó, hogy ezt átélte, hogy látja, hogy ez, igen, a dolog végül is sikerült, és akkor rögtön egy más érzés, eltűnik az a fajta előzetes ilyen feszült izgalom, ami bennem volt. Hanem akkor egy ilyen eufória van utána, igen, egy ilyen csodálatos eufória, és ez... Mert van kivel megosztani ezt. Tehát, mondjuk igazából ugye a premierek után ők mennek vissza Szegedre többnyire, tehát arra van időnk, hogy egy ölelés legyen. De akkor az is az fontos, hogy az megtörtént, és azt átéltük együtt. A csókát nem láttátok alatt? Véletlen pont itt van. Ja, látom, orrom! Az orrom, az neki ez a fő téma, az orrom, igen. Igen, most bejöttem spontán, mert előtt bejöttem, csak most ő. Köszönöm, ja, mi, ha szeretnél, hagyjál már! Nem vagy szabad, de nővérem ezt szereted? Őt igen, mert szögedi azért. Igen. Még a nénanyukám is szögedi, apukám meg távolja, így ezt mondta. Igen. Nem is tudtam, én sem tudtam egyébként, ne haragudjál. Na tényleg én. Na várj, de arra gondoltam, felülünk az öltözőbe. Nektek közös az öltözőt? Igen. Véletlenül? Igen, mert egy gyógyszertárba járunk. Összefűjt is oda. Nézzük meg ezt a híres öltözőt. Most egyébként teljesen új koreográfia van, mert új öltözőnk van, de ott is együtt öltözünk. Hát tudod, átépítették az öltözőket, úgyhogy most már... Én ezt most tőled tudom. Na jó. Te nem voltál az? Tényleg? Nem, én a nyár szezon végé után. Na most akkor új öltözőnk lesz. Jaj, ne. De bizony. Új helyen van, vagy át van építve. A Pumival egyébként
A 98-ban bemutattuk, akkor is együtt öltöztünk, és amikor ez... 98-ban mutattátok be a Besivel. Nem, 97-ben mutattuk be, és te 98-ban szálltál be. Nem. Hát most mondd már meg, mikor... Azt most nehogy már tettük. Miért te mikor szálltál be akkor? Én valami 2000 vagy 2001. Sőt, mi nem, 2002. Te hülye vagy? Hát ezt ennél pontosabban nem tudom, mert anyukám még éppen látta, ez volt az utolsó bemutató, amit látott. 2002. És bemutatott lát anyukád, vagy bármikor játszottuk egy csomó szor? Nem, a vidében látta. Olyanok vagytok, mint Statler és Waldorf. Tudjátok ki Statler és Waldorf? A két öreg a Muppet Show-ban. Ja, hát nagyjából a korunk szerint már lehetünk nem a, is. Nem a korotokra, hanem ez a oda-vissza. Hát körülnézek. Amikor felújítottuk a darabot, akkor ragaszkodtunk, nem tudok lassan beszélni, ragaszkodtunk hozzá, hogy babonából, mi meg egyáltalán barátságból, hogy mi együtt akarunk költözni. Nem emlékszel, ez volt. Külön akartak minket választani, de nem engedtük. És miért jó az nektek, ha együtt öltöztek? Mert van a szertartásaink, mert az adrenalin szintet tudjuk biztosítani a előadással. Tehát mi annyira, ahogy mi el vagyunk egymással. Azt látjuk. De mondd el, mi az, ami csak ránk jellemző? Na, ja, figyelj, mi már bőven szerintem, hát miután én 2002-ben léptem be, nem 98-ban. Hát jó, tehát én már veled több mint 130-szor vagy 150-szer játszottam ezt a darabot, de ettől függetlenül, hogyha tegnap ment az előadás, akkor a következő előadáson ugyanúgy mi betegesen nyálazzuk át a példát. Egymást tartunk csendben, és mindenki néz, és mindenki hülyén egész, de normálisan... És ha megszólal, kusolsz, most nézem a szöveget. Mert mindig... bocsáss meg, téged kell letolni, mert 6 óra 50-kor még pofázik különböző kérdésekből, közügye, közéleti kérdésekből. Mondom, á, nézd már a szöveget, 10 percet kezdünk, és akkor gyorsan átnézzük 10 perc alatt, hát amit így tud. Na, szóval mi átnézzük a szöveget, mert nekünk így jó. Tényleg az érdekes, hogy mi aztán megint nem az a fajta barátság vagyunk, akik állandóan naponta telefonvégen vannak, és akkor minden mozdulatát az életünknek megosztjuk. Van, amikor éppenséggel csak a színház, vagy a színház miatt találkozunk, de ez mindegy. Tehát ezt mondtam, ugye ez a családi kapcsolatban is, meg a barát, az igazi barátságban, ez mindegy, hogy hány hónapig nem találkozunk, ugyanaz a rezgés marad, és ugyanaz a vonzalom marad, ugyanaz az összetartás marad, tök mindegy, hogy éppenséggel mennyit beszélünk egymással a telefonon. Nekem ő akkor is az az ember marad, akiben tudom, hogy megbízhatok, hogyha olyan helyzetbe kerülnék. Aki ott volt akkor, és akkor meghalt anyukám, ott volt a temetésen, pedig nem kértem meg rá, hogy mindenképpen legyél velem. Tehát aki a fontos helyzetekben velem van, mellettem van, és persze sokat ökörködünk, hát ez is hozzátartozik az életünkhöz persze. Melyikünk fog fellépni a másiknak? Ezen kíváncsi ezek. Ki lesz az, aki elmegy meglátogatni a színész otthonban másikat? Na jó, egymás mellett leszünk. Egymás mellett leszünk. Hát hülye vagy. Akkor meddéljünk egymást. Én pucolom a te proszkódat, te meg az enyém. Az a lényeg, hogy nem neked kell pucolni a proszkódat, amit neked kell csinálni, az az ebéd ma, úgyhogy el kell lassan indulnunk Brandyhez. Ja, Bandi csinálja az ebédet? Hát ő megcsinálja, hogy soha nem készülünk el. Én dirigálok, ő csinálja. Na jó, valami lesz. Lényeg, hogy a Bandi csinálja. Olyan lett. Ding-dongos hát ez van? Igen, ezt kaptam ajándékba, és azt az ideológiát találtam ki, hogy én beletöröltem a lábamat ebbe a dalba, de másnak nem engedem. Bandi, légy szíves, ezeket sózni, borsozni. Hogy? Az ide bele, sózni, borsozni. Na de külön mindegyiket meg kell fogni. Nem! Az egészet is összekeverjük, és olajvalajat is ráönteni. Micsoda? Ja, ja. Olajvalajat. Várj, de ez most van ilyen só, nagyon kevés van már, de van másik só. Szép lenne, ha kiderülne, október 23-án nincs itthon só. Várj, figyelj, nézd ide. Akkor kicsit sót fogunk lennénk. Na, ez így jó, nézd meg. Hát én ezt nem tudom. Hát azért adjál neki még. Hát ez semmi. Ez sok hús. Hát ez semmi, ez rengeteg. Utána forgass meg valamivel. Vedd elő a rendes sódat. Néha tényleg erőt veszek magamban, és előveszek egy szakácskönyvet, múltkor például a Hegyi Barbara szakácskönyvét vettem elő, csak nem vettem észre, hogy rátettem a tűzhelyre, és amíg néztem, hogy mit kell csinálni, addig elégett az alja. Nem a szakácskönyvet kell megfőzni. De tudod, mi történik valami?
az Edith valóban a gondoskodásnak ezt a részét is átvette anyukától, hát nem? Most Isten nyugasztja a drága édesanyámat, ő azért nem főzött olyan nagyon jól. Tehát az utolsó években, amit együtt tölthetünk itt a Földön, akkor már valamennyire azért, azt hiszem, hogy mikor, hát olyan, na mindegy. Tehát a 90-es évek végén talán elkezdett már úgy főzőskezni alapételeket, addig nem volt egy Annus nénink, egy csodálatos Annus néni, aki velünk is lakott. És ő főzött, és hát a Dodi akkor is már szerintem te akkor is jobban főztél, mint anyu. Na mindegy. De anyu viszont nagyon édes volt, hogy kikísérletezte azt a megoldást, amikor főleg amikor egyedül külön költöztem tőlük, hogy úgy főzött rám, és akkor az ételeket, hogy miután a lábaskát nem tudod olyan könnyen betenni a mélyhűtőbe, mert sok helyet foglal, sok a holtér, ezért ilyen teljes dobozokba tette a kaját, és akkor ilyen építő kockák lettek. Be lehetett tetriszezni. Szóval igazából, azt akarom mondani, hogy igazából nem, ez nem anyutól származik ez a dolog, mert azért Dodi az sokkal határozottabban tudott jól főzni mindig. Edith, neked a András édesanyjával a kapcsolatod azért érdekesen alakult. Ez nagyon érdekes. Ugye, mert hogy ti nem volt azonnal pozitív és szoros, viszont egy nagyon jó barátság lett. Igen, mert tudod, hogy van ez, bekerül egy idegen ember a családba. Mindenki egy fokig bizalmatlan az első időbe, hát még egy 13 éves kamaszlány. És akkor csak félted a pozíciódat, meg hogy alakul át az egész családnak az élete, meg hogy te abból mennyire leszel majd kirekesztve. Tehát nyilván így kezdődik, ez mindenhol így van. És akkor nem is egy szerencsés kor az én szempontomból se. Nekem az anyahiányom miatt ilyen szeretethiányom is volt, tehát velem se volt azért nagyon egyszerű akkor. És aztán ugye megszületett a Bandi, Az már azonnal közelhozott minket, ugye ez egy év, és már ő megszületett, az rögtön közelhozott minket, és akkor onnantól kezdve én nem emlékszem rá, hogy nekünk lett volna komolyabb konfliktusunk, és akkor, ahogy úgy múltak az évek, úgy egyre közelebb és közelebb kerültünk egymáshoz, és aztán, hát ugye én elköltöztem Szegedre, és aztán, ahogy jártunk vissza, és együtt töltöttünk időt, szinte barátnők lettünk, és megbeszéltünk mindent, és én tényleg nagyon szerettem. Hát ez 11 év volt köztük a korkülönbség. Igen. Kevesebb, mint köztetek. Igen, mert igen, apám és anyám között 27 év volt a korkülönbség. Én nagyon szerettem őt, nagyon szerettem őt, és igazából az ő házasságukat is úgy éltem meg, hogy az első 20-25 év az egy nagyon pozitív volt a Zsuzsi szempontjából, mert apukám tényleg mindent megadott neki is, amit csak lehetett, és nagyon szép életük volt. És azután ugye fordult a kocka sajnos a korkülönbség miatt, és, és akkor meg a, hát az ugye jött az időskori betegség, és akkor jöttek a nehéz évek. Amikor elindult a pályám, a karrierem, a Família Kft. És egyéb hozadékai, meg hát maga a népszerűség, tényleg meg siker, akkor kezdődött apám betegsége. Tehát egy ilyen nagyon nagy lejtmenet otthon, és egy ilyen eufória ott fönt, és akkor a kettő kiegyenlítette egymást, tehát így tudtam egyensúlyban maradni magammal. Ha belegondolsz, amikor édesanyád meghalt, az is egy olyan időszak volt, amikor egyszerre történt egy nagyon durva mélypont, és közben jött a táncos műsor, és jöttek tévés lehetőségek, és egyszerűen... Igen, az egyetlen évnek, a 2006-os év elején történt az, ami történt, és ezt, neked ugye ezt elmondtam annak ide a kocsiban, hogy ugye ez most be kell látnunk, és ezt hinnünk kell abban, és én tudom biztosan, hogy ez nem véletlen történt. Így olyan nincs, hogy egy ilyen kapcsolatból az egyik úgy hal meg, hogy a másik egyetlen napig nincs a közelében, és egyetlen napig nem tud oda menni sem, amíg az kórházban van egy pár órán keresztül. Igen, mert te külföldön voltál, amikor ez történt. Tehát ez ilyen nincs, ilyen nem, ez az Isten így alakított, hogy nekünk így kell elszakadni hirtelen egymástól, az még valamilyen módon túlélhető esetleg. Akkor nem éreztem így, de most már úgy gondolom, hogy ez egy szép történet tulajdonképpen, ahogy veszünk. Na de ez volt az év eleje, ez egy ilyen teljes depresszió, és akkor az év végére egy ilyen hihetetlen ívet ír le az élet, hogy ad nekem egy ilyen hihetetlen mámort, úgyhogy december 23-án még nyerek valamit, még akkor megnyerem az extra döntőt, a döntő utáni extra döntőt. Tehát nincs időm azzal foglalkozni. Nincs időm foglalkozni azzal, hogy úristen, mindjárt szenteste van, és az első karácsonyunk nincs velem az anyám. Tehát, és akkor itt volt a családom, ők is itt voltak Pesten. Tehát nem. Tehát egy ilyen átmenet nélküli dolog volt, hogy persze szar volt nyilván 21-én,
de mégis nem volt időm morfondírozni ezen. Te milyennek láttad akkor Bandit? Hát ez nagyon-nagyon rémes volt, nagyon aggódtam. Én el sem tudtam képzelni, hogy mi fog történni, annál is inkább, mert én magam sem tudtam feldolgozni. Annyira drámaian hirtelen történt minden, hogy egyszerűen képtelen voltam én magam is feldolgozni, nekem is sok volt, nemhogy neki. Dolgoztam, és hív telefonon, és akkor én úgy beleszóltam a telefonba, hogy na, a fene a pofádat, te meg ott vagy a jó melegben, mi meg itt a mínusz 20 fokban, meg minden. És akkor én nyőszörgést hallottam a telefon másik végében, és el nem tudtam képzelni, mi történt, és aztán rögtön utána ilyen telefonok sorozatából egy barátunktól, a Robitól tudtam meg, hogy mi történt a Zsuzsival. Előző este beszéltünk telefonon, és akkor én abban a pillanatban bezártam az üzletet, és a férjemet próbáltam elérni telefonon, és egy órán belül már vonaton voltam. És akkor közben folyamatosan ment a telefonon az oda-vissza, a gyerekeimmel is, mert akkor a fiamék még Pesten voltak, és hogy ők menjenek oda a kórházba, azok is el se akarták, ők se akarták elhinni, mert aznap este vacsorára voltak meghívva Zsuzsihoz, már meg is főzte a vacsorát, és akkor ők bementek. Na lényeg az, hogy mire én fölértem, addigra szinte vége lett, már akkor mondták, hogy ne menjek a kórházba, akkor ott fönn éjszakáztunk Pesten, és akkor az a szörnyűség várt ránk, hogy nekünk kellett kimenni másnap reggel a repülőtérre, és közölni vele, mert ő csak annyit tudott, hogy jön haza, mert az anyja súlyos állapotban, a kórházban van. Na hát azt a napot nem fogom soha elfelejteni, ez borzalmas volt, és az utána következő idő, az az aggódás, hogy most mi lesz, hogy fog, én tudtam, hogy milyen a kapcsolatuk, hogy fogja ezt átvészelni, hogy tudjuk átsegíteni ezen, és egyáltalán rengeteg barát körülvette, mindenki próbált segíteni, de ezt senki nem tudja pótolni, ezt mindenkinek magának kell végig szenvedni. Ez nem megy máshogy, ez mellette lehetsz, de helyette nem tudod a gyászt feldolgozni. És szóval ez nagyon nehéz volt mindannyiunknak, és körülbelül az az idő kellett, hogy elteljen, amíg az évnek vége lett, amire ő valamennyire magához tért, nem is volt hajlandó még a balatoni nyaralóba se betenni a lábát. És akkor féltem, hogy még akkor mi se fogunk, még annyit se találkozni, hogy valahogy csak össze kéne a családot fogni, tartani. És aztán... Hála Istennek, úgy lassan-lassan úgy a sors megoldott a dolgokat. Hát tényleg sokat segített az egész sikerélmény. Igen, hát belevetette magát a munkába még jobban, szerencsére, mert én attól is féltem, hogy esetleg ilyen depis állapotba kerülvén majd nem akar élni, meg nem akar dolgozni se. És aztán a munka, és az a fajta sikerélmény, amit soha életemben nem éltem át, ennyi ember szemmel láttára, ilyen, meg az, hogy én győzek. Hát én utoljára akkor versmondó, prózamondó versenyen indultam az általános iskolában, az volt egy győzelmem, vagy egy verseny. Én nem szeretek versenyezni, nem vagyok egy versenyző alkat sem, de hát ez aztán tényleg egy csodálatos dolog volt, és ez sem véletlen. Ez sosem véletlen dolgok, ez mindig valamilyen módon, talán meg is érdemeltük anyuval mind a ketten, Hogy azért a dologból itt tudjak kijönni, meg hát az, hogy nem engedem ugye úgy el, nem tudom, mi az az elengedés, hát nyilván nem engedem el, hiszen velem van, látod a fotókon, velem van a tárgyai, valami tőle kaptam. Szép emlékek. Az emlékekben, az ő emlékeiben, Dodi emlékeiben is. Tehát ez mindig mesélsz róla. Premiereken is én úgy viselkedem, mintha ott lenne. Tehát jó, nem foglalok le egy széket neki, de igen, hogy azt gondolom, ez az őrző angyal szerepkör, amit kitaláltam neki, vagy legalábbis így érzem, vagy így hiszem, hogy ez létezik, ez lehet, hogy egy játék, meg mit tudom én, hogy ez a dolog valójában, ezt úgyse tudjuk, hogy ez van-e, vagy nincs, de pont azért, amilyen a mi kapcsolatunk volt. Jó hinni benne. Igen, ezért nekem kell, nekem egy kapaszkodó ez a dolog, hogy ez a dolog működik, hogy tudok vele beszélgetni, és ez nem egy bekattanás, hanem azt gondolom, hogy kellenek ilyen spirituális kapaszkodók azok után, iránt, akik az életünknek elszakíthatatlan részei. Tehát hiába a legfontosabb nekem ő, azért nyilvánvalóan azt a kapcsolatot tovább kell építenem, és tovább kell élnem, ami az anyámhoz fölkötött. Hát tehát hiába nincs már velem, nem érdekel, velem van. És ott ezekről a dolgokról tud, és biztos, hogy segített nekem a szombathesti lázban.
Van még valaki abban a műsorban, volt valaki, hát, aki még elég közel állt. Még hallottam a neve, de már csomószor beszéltünk. Aki elég közel állt hozzád abban a, még egy az időszakban. Igen. Egy fontos. És hogy látogassuk meg Keleti Andit is. Jól látom, hogy itt a falon vannak bandi képek? Bandi és Andi képek? Fogalmazunk, hogy szombat esti lászképek. Tehát nem bandi kultusz van. Andi bandi, de abszolút bandi kultusz van itt nálunk. Igen. Hát mert hogy lehetne tánciskola Csonka bandi nélkül, aki a táncparkett ördöge? Én már majdnem 12 éve, vagy mennyi? 12. Igen. Így megöregedtünk. Persze, hát ott voltunk a döntőn. Ezt nem mondjuk. Az élő show. Igen. Az extra döntő hát voltunk, nem a döntőn, az extra. Ja. Semmit nem változtál. Semmit. Nagyon durva. A bandi semmit nem változtál. Csak változtál. A rövidebb. Gyerekek, és az Andrea sem, már nem ügyeskedtek. Az Andrea sem. Semmit. Hát jó. Ne jobbozzál már. Ilyen kicsiben van a fejem, akkor hasonlít. Ez volt a második elődöntő volt, a Jive. Igen. Egy nehéz időszakban találkoztatok. Mármint a bandinak nehéz időszakában. Tehát amikor ez a műsor létrejött, és titeket összesorsolt a sors, vagy az RTL klub ebben a műsorban, akkor Bandi, te nagyon lent voltál, erről beszéltünk már. Hát be, igen. Mondjuk amikor ez a, mikor volt a sajtótájékoztató, kora össze van. Igen, szeptemberre. Hát akkor azért már kicsit azért nyilván, hogy csomó minden történt meg, azért akkor picit már magamra találtam. Ez év volt de azért. De borzalmas volt az de év. De én az elsőben. Elején ezt nem is tudtam. És, igen. Nem és az elején nem tudtam ezt az egész történetet, ami a Bandit nyomta. És aztán volt egy nagyon nagy, nagyon jelentős este, az Mikuláskor volt. Az nem este volt, az nagyon fasz. Hogy az volt, azt nem mondanám, mert az nem este volt, az egy tánc, az egy próbánk volt, kamerapróba volt. December 6-án volt egy kamerapróbánk, készültünk a heti elődöntőre. És ugye én egy vén barom vagyok, de azért mindig volt egy olyan szokás anyunak, hogy azért 6-án, amikor Mikulás van, akkor azért jó feljött, és akkor nem meglepetés szerint, de mindig volt, kirakta a cipőmet, és beletett valamit, akkor is, amikor már 1000 éves voltam. És az Andrea, ugye hát ezt nem tudta, az egész történetet még egyáltalán. És akkor kimentünk a táncpróbára, bementünk a stúdióba, elpróbáltuk a táncot, és aztán visszamentünk az öltözőbe, vagyis én visszamentem valamiért az öltözőbe. És beléptem az öltözőbe, és ott volt a cipőmben egy zacskó csoki. Na és igazán akkor derült ki számomra, hogy mi történt. Meg gondolom, akkor arra hát érzékenyen sikerült. Hát az nagyon. Az kemény volt. És nem tudta, és igen. És ő is meglepődött ezen az egészen, hogy így kicsit ezen kiborultam. Fú, akkor az egy nehéz nap is lett. De utána ez viszont egy olyan pont, szerintem megint, ami csak összekovácsolt abszolút, minket. Abszolút. Szeretném, ha megvillantanátok valamit. Erre van egy történetünk, még a sztorik állát. Erre még van egy történetünk. Hogy elmentünk a nagy győzelmünk után nem sokkal, a nagy celebbálba fogalmazzunk így, ahol bevonultunk a táncparkett szélére, megálltunk a zenekarral szembe, és a zenekar karmestere megkérdezte, mire szeretnétek táncolni? Mi ugye, mint a táncparkett. Profik. A Bandi azt mondta, mindegy, bármire. Majd elkezdtek egy rock'n'rollt játszani, és azt mondta nekem a Bandi, tudok én rock'n'rollot? A Bandi, te nem tudsz rock'n'rollot. Te csak egyedül azt az egy koreográfiát tudod, elejétől a végéig, ha téged nem zavar meg senki. Akkor most ezt lássuk, ez még menni fog. Gyerekek, hát eltelt hány év már, hogy nem tudom. 12. Nem az, de várjál, nem mondjuk igazából konkrétan 2008, mondjuk 10, mert akkor volt a... Mert utána még ne felejtsük el, még amíg lumbágot nem kaptál végleg, két évig hakliztunk vele elég sokat. Oké. Tehát akkor eltelt 10 év. Én azt javaslom, hogy egy kicsit frissítsétek fel a lépéseket ott, addig pedig az elköszönésbe bevonjuk az Editet. Persze, mindenki. Mert különben soha többet nem szokszol. Ja, most köszönünk el. Igen, Én még azt akarom a végére. Csak az a kérdésem, hogy csöndbe készüljetek, hogy az Edittel még kettő. Azt szeretném kérdezni még itt a végén, hogy szerinted az a Bandi, akit így ma megmutattunk, mennyire áll közel a valódi Bandihoz? Mert beszéltünk arról, hogy nem ezt feltétlenül... Ezt kérdeztem reggel.
Igen, igen. Szedi egymást. De nem ugyanezt kérdezted, nem. Akkor azt kérdezted, hogy az a kép, ami él az emberekbe, az mennyire áll közel az igazi Bandihoz. Az nem feltétlenül. De most nagyon sok őszinte pont volt, és nagyon sok mindenről beszéltünk, ami talán az ő lelke mélyéről is jött, és szerintem ez már közel. Ez már igen. És mi meg annak örülünk még ezen kívül, hogy egy kicsit téged is megismertek a nézők. Én is nagyon örülök, és én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget nektek. Nagyon örülünk, hogy találkoztunk, önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoppá! Hogy tetszett a műsor? Van ott még, ahonnan ez jött, ne maradj le róla. Iratkozz fel. Itt.